Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Pokornilia. Szia! Szia! Hello! Szia! Az a baj, hogy tudod, amikor eltervezett, hogy na, azzal kezdünk, hogy, de nem tudod azzal kezdeni, mert közben bejössz, és valami teljesen másról kezdesz beszélni. És például jó nekem a csapvíz, és nem kérek fettpalackot. Igen, például. És akkor így, én azt gondolom, hogy a hallgató, bár nem minden tartozik a hallgatóra, de ezek tök jó dolgok. Hogy megérkezik a művésznő, és azt mondja, hogy hát igen, kérek vizet. Én meg már azon gondolkodom, hogy melyik a legszebb palackunk, melyik a legszebb üveg, a kevésbé hűtött, vagy nagyon hűtött, és azt mondtad, hogy te sima csapvíz. Igen. És akkor mondom, de jó, de van ilyen nem, csapvíz. És te ragaszkodsz a csapvízhez mindenhol? Igen, nagyon-nagyon ritkán. Amikor nem jutok hozzá, én általában kulaccsal járok, aha. És amikor otthon hagyom, mert mondjuk az eszemet is otthon hagyom, olyan is előfordul. Most hol a reggel. Hol a kulacsot? Az egyik, hol teszed? Nem, az egyik, körülbelül, az egyik a tegnapi táskában, amivel vidéken voltunk előadáson, igen, a másik most nem jut eszembe, de igen, én általában csapvizet kérek, mert beszélgettem vízbiológussal, mondta, hogy az égvilágon semmi baja nincsen, úgyhogy azóta víztisztítót sem használok, szóval, hogy sima. És bárhol az országban, mert én ugyanúgy, mint te, elég sok helyen megfordulok. Igen. Vannak az országban olyan részei, ahol a csapvíz nem annyira finom, mint itt a fővárosban. Ezt te tapasztalod? Hát én nem érzek annyira ízeket, tehát ezért nekem ez annyira teljesen mindegy, de hogy tulajdonképpen... Na várjál, erről majd akkor jó. Külön topikot nyitunk erről, jó, de, az ízlelésről. De egyébként meg nagyon jó érzés az, hogy így megpróbálom megkímélni a környezetemet annyi PET palackról, amennyit... Abszolút semmi baj nincs ezzel, tehát hogy csak egyszerűen furcsa, hogy... Azért majd remélem, ez lesz a természet. Egyébként tök jó lenne. A palackjaid, vagy kulacsaid, inkább fogalmazunk így, azok ilyen okos kulacsok, mert láttam már ilyet valakinél, hogy villog az alja, jó inni kell, be van állítva, vagy nem tudom, 10 percenként kortyoljon bele. Nem, én azért hiszem, mert szomjas vagyok. Ennyire egyszerű, Zan. Tök jó. És egyébként meg rá lehet szoktatni magad, tehát amikor én sem ittam sok vizet, és direkt magamba diktáltam, azért minimum 2 liter, meg aztán melegebb van, akkor többet is, akkor valahogy annyira hozzászokik a szervezetet, hogyha ezt egy ideig csinálod, hogy az olyan automatikus, hogy folyamatosan kortyolgató. És csak víz, nyilván amikor az ember csak úgy beszélget, igen, akkor tök jó mellé a víz, vagy eszik, akkor tök jó mellé a víz. Gondolom szoktál enni. Igen. De például társaságban, vagy egy buliban, akkor is azt mondod, hogy nekem csak töltsetek egy pohár vizet. Nem. A kávé az, amit leraktam, pedig imádtam, azt mondtam, hogy soha az életbe, azt leraktam. De mi? Mi volt az indítatás? Az ajurvéda diéta. És akkor az ajurvéda diétát, amikor csináltam, akkor ott kávét nem lehetett, és akkor én azt szépen leraktam. De mit csinál veled a kávé? Mit mondtak? Hát gyakorlatilag olyan gyomorsavat csinál, amit ő szétmarta a hangszálaimat, úgyhogy ezt így szépen leraktam, és így elég hamar. Például az, hogy a húsevést is minimalizáltam, az alkoholt is minimalizáltam, de bele is botlott a nyelvem, lehet ezzel mind kimondani, és nehéz volt. De ez nem azt jelenti, hogy megvanok magamtól mindent, mert igen, azért, amikor elmegyek egy társaságba, akkor jól esik egy pohár bor, és akkor ezeket így, csak hát ez nem rend, meg a húst is nagyon ritka. A kávét mivel pótolod? Ja. És az nem csinál savat. Akkor, hogyha nagyon... Állandóan azért ugrálok ennyire, mert leesik a lábam itt a székről. Hozzak valami láptartót? Nem, majd ügyesen megmondom. Szóval, hogy a tea valóban az is koffein tartalmú, de nem annyira erőteljesen, de én általában rooibost iszom,
vagy gyömbérteát, és akkor abból úgy elég sokat. Mennyi kávét ittál korábban, amiről le kellett mondanod? Főleg teljes kávé, aztán a tej után jött a mindenféle ilyen alternatív tejek, és akkor abból azért, mivel imádtam, tehát, hogy megittam olyan 4-5-6 hatalmas bögre teljes kávét, és egyszerűen tényleg azt gondoltam, hogy na, ha valamit, ezt nem, és a húst nem. Tehát én húst hússal lettem. Azt hiszem, ha nem eszem húst, akkor én nem eszem. Tehát akkor én nem lakom jól. És amikor így egyszer csak rájöttem, hogy elképesztő finomakat lehet főzni zöldségekből is, meg gabonákból is, mennyei tényleg ilyen szemet gyönyörködtető ételeket, és érdekes, hogy megtalálom a boldogságot ezekben, meg a teákban, és így nincs veszteségélményem, sőt. Okorniliával beszélgetek. Érdekes az, amit mondasz, hogy elhagyod a kávét, vagy elhagytad a kávét, minimalizáltad a húst, ez az ajurvéda diéta hatása? Igen, ez ott kezdődött, és akkor... akkor de bocsánat, csak van egyből egy kérdés, hogy az ember miért kezd egyáltalán bele? Mi volt a te problémád, ami miatt azt mondtad, hogy na, itt valami változásnak kell lennie? Hát a hangszál problémám, de az olyan erőteljes lett, hogy 4 hónapon keresztül vagy elmaradtak az előadások, vagy mikroporttal kellett játszanom, és egyszerűen egyre durvább volt a helyzet, és akkor már minden, nem tudom, 5 orvosnál, és már... Gondolom, szóval, simán a gégésznél kezdted. Hát persze, gégész foniát, és akkor jött, hogy operáció, meg szteroid, meg antibiotikum, és akkor heteken keresztül mentek el mindenféle ilyen gyógyszerek, és hát olyan nagyon nagy hatása nem volt, valamennyire vissza a gyulladás az úgy elmúlt, de még mindig ilyen hangszálvastagodás, és a többi, és akkor azt éreztem, hogy ezt valami kiváltja, tehát, hogy most nekieshetünk az operációnak, de aztán valami mitől megint vissza fog jönni, igen, tehát keresünk már meg az okot. És akkor kezdtem el akupunktúra, ami azt éreztem nagyon jó, de valami a teste, tehát valami változtatja, és akkor szóba került, vagy egy ismerősöm mesélte, hogy az ajurvédával mennyi mindentől megszabadult, és akkor elmentem egy ilyen nagy pancsakarma tisztítókúrára, és akkor befeküdtem 2 hétig, és az csodálatos volt, mert egész nap pránajáma, meditáció, jóga, elképesztő finom, tiszta ételek. Mik ezek az ételek? Hát, ugye megvannak a típusok. Te milyen típus vata, vagy? Pita, hát én a váta. És az mit jelent, hogy neked másképp kell lenned, mint egy pitának, pita típusnak? Igen, tehát pitának születtem, de hogy így, amikor kibillen az ember a típusából, és akkor így el kell egy váltamentesítő étrend, és akkor ez a szél, és ez a legérzékenyebb egyébként. És egyébként szerintem a váta a legtöbbet, mert őt föl kell erősíteni, de hát húst az semmiképp nem. De és akkor mit? Szénhidrát például mehet? Például a rizst, és én ehetem tésztát is, de... Állati eredetűt, sajtokat, tejtermékeket. A bivaj mozzarellát, azt hiszem, ehettem, meg készíthettem otthon panírt, házi sajtot. És halat, és ezen kívül az is megvolt, hogy milyen zöldségeket ehettem, mert nem lehetett ám akármit. Zöldségek közül is persze, van. Persze, nagyon sok. Gondolom, hogy a krumpli az, ami hát általában nem. Azt szokták mondani, hogy az nem annyira nagyon egészséges. Sok minden nem. Egyébként most még keményebb diétet kezdtem el, őszintén most így nyáron egy picit elgyengültem, és csipegettem ezt, azt, amazt, amit nem kellett volna, mert most egy gasztroenterósról egyeztetve nagyon sok mindent leraktam emellé. Tehát se tejtermék, se gabon, csak köles, vagy köles tészta. Hát nem veszem paprika, paradicsom, ubor, tehát ja, tökfélék. Hát lehet, hogy akkor egyszerűbb felsorolni, hogy mit eszel. Majdhogy nem, igen. Igen, és egyébként ez mindig nagyon nagy kihívás, hogy ebből olyan finomságokat készíteni, ami szemedgyönyörködtet, és tényleg ízletes. Én azt látom rajtad, hogy rendben vagy, tehát, hogy mosolyogva mesélsz erről, hogy nem ilyen lemondóan, hogy ezt sem ehetem, meg azt sem ehetem, tehát meghozta azt a fajta változást, amire te vártál, vagy amire számítottál? Igen, különösen akkor, amikor huzamosabb ideig csinálok egy ilyen diétát, annyira könnyűnek érzem magam, annyival energikusabbnak, tisztább az agyam, tehát, hogy
a bőröm tisztul, tehát hogy mindenem azt érzem, hogy könnyed, és amikor elkezdek, mit tudom én, ettem húsételt, meg fehér lisztet, meg nem tudom, egy csomó olyan ételt, mit tudom én, most elmentünk túrázni a Dolomitokba a barátokkal, és akkor mindenki hozott mindenféléket, meg főztünk, meg ettünk pizzát, és akkor utána, amikor azt érzed, hogy egy kő van a gyomrodban, iszonyú nehéz, és olyan nehéz megmozdulni, és minden úgy belassulsz, az érzés már úgy nem szeretem. Igen, az embernek sokszor nem is gondolunk rá, hogy mennyi energiát emészt fel azt, hogy megemész. Hogy megemész mindazt, amit elfogyasztottam. Igen, és ezért nekem könnyű mindig visszaállni a jól bevált étrendemhez, mert nem lemondás. Mióta élsz így? Hát az ajurvédát azt szerintem 2008-ban csináltam, akkor azt egy évig teljesen tisztán én úgy étkeztem. Akkor jött egy forgatás, amikor 3-4 órákat aludtam, és ugye ez azzal jár, hogy én főzök magamnak minden nap. Tehát oda kell figyelni, hogy hogy lássad. Nem tudod megvenni a sarki közérben. Hát ezt nem. Mm-hmm. Tehát, hogy akkor nem tudtam főzni, és ez teljesen felborult. És akkor újra-újra visszatértem, de most kiegészítettem még egy gasztroenterológus diétájával, ezt május óta csinálom, és hát bevált. És ilyen étrend kiegészítőket kell emelni? Mert nyilvánvalóan nem jut annyi ásványanyag vagy vitamin a szervezetedben, mint amikor mondjuk mindent tehetsz. Így van. Tehát kell, meg hát azért odafigyelek, hogy ugye a húst én mondom nagyon-nagyon ritkán eszem, és akkor mit tudom én, kenderfehérjét szoktam enni. Tehát például csinálok magamnak egy ilyen jó kis turmixot, hogy van benne zöld alga, meg kenderfehérje, meg manukaméz, meg zöld salátek, és akkor ez ilyen... Ezeket könnyű az ember, csak hogy leveszi a polcról, mert pont mindegyik van. Igen. De azért rá kell készülni, hogy legyen otthon. Rá. Hogy ez legyen otthon. Bizony, igen. De hát legalább nem a henteshez mész, mert ott is... Amikor mondtad, hogy ritkán eszel húst, hogy az mit jelent, hogy hetente egyszer, mint a mi nagyanyáink, nagyapáink, vagy még ritkábban? Hát ha én otthon vagyok, és mondjuk nem a barátaimmal túrázom egy hétig, akkor, és akkor nem készít mondjuk barátnőm egy isteni ilyen sült libamájat, amit reggelenként muszáj volt a friss kovászos kenyérre rákenni, szóval érted, ez így nagyon nehéz volt kiírni, de akkor az a 10 nap ez erről szólt, és akkor én van úgy, hogy egy hónapig nem jut az eszembe, hogy én most húst tegyek. Hát, hogy amikor elmegyek egy vendégségbe, és akkor azt mondják, hogy jaj, kóstold már, meg nem, jó, akkor megkóstolom, vagy mit tudom, nem zárkózol el teljesen. Mert szeretem a húst, csak annyira a másik oldalon meg annyit ad ez az étkezés, hogy tehát már nem áldozat, mert a hatása meg annyival jobb, és egy ilyen nagyon finomakat lehet főzni. Pokorniliával beszélgetünk, és mi 2 évvel ezelőtt együtt voltunk egy televíziós műsorban, hát lehet, hogy nem is emlékszel rá, mert én nagyon gyorsan kieste onnan, tehát éppen csak bekukkantottam, azt már ki is dobtak. Jött egyszer csak egy ilyen pulyka, ami éppen akkor lehelte ki a lelkét, és még a szőröstül, főleg szőröstül, tollastól ott volt, és én ahhoz nem tudtam hozzányúlni. Viszont te elég sokáig eljutottál ebbe a műsorba, és kiderült, hogy jól főzöl, és én azon gondolkodtam, mert ott voltak más színészek, színésznők is, hogy erre hogy képesek a színészek, hogy egyszer csak azt mondják, hogy jó, akkor most felveszek egy kötényt, tehát onnantól kezdve én el tudom játszani, hogy tudok főzni, vagy hogy szakács vagyok, vagy séf vagyok. Vagy te már előtte is tudtál főzni, mielőtt bekerültél ebbe a főzős műsorba? Hát jó, úgy tudtam főzni, hogy szeretek főzni, és otthon elég sokat főzök, de azért az nem feltétlenül alkalmas. Tehát egy csomó olyan technológia van, amit nyilván a műsor folyamán sajátítottam el, vagy sajátítottunk el, és amit kezdve, hogy fölveszel egy köppenyt, és akkor nem szalott, belezuhansz egy ilyen időn túli állapotba, tehát van 60 percet, és átkattam valami az agyadban, tehát hogy
És közben folyamatosan ki akarnak billenteni az egyensúlyodból. Ugye, milyen elképesztő? Engem sikerült, látod, hogy magával a feladattal. De hogy valóban úgy van, hogy egy ideig nagyon pánikoltam, hogy semmi nem jut az eszembe. Tehát de ott van egy hatalmas, mi a túrót kezdjél vele? Szóval annyira a pánik jön, és utána egyszer csak jött egy ilyen átkattanás bennem, én konkrétan emlékszem arra a műsorra, amikor egyszerűen egy belezuhantam abba, hogy az alkotás. Tehát akkor most nézzük már meg, hogy mit tudom én, mi lesz belőle, de én most ezt összekeverem azt azzal, és akkor miért csak a saját sablonjaimat akarom most itt elővenni, hanem pont arra a szabadságra van szükség, hogy nézzek meg. Való nincs, igen. Pontosan. És akkor így egyszer csak abban a pillanatban azt éreztem, hogy nem a pánik uralkodott el rajtam, hanem az alkotó kedv. Okay, és akkor még ráadásul az is hozzájön, hogy amennyire én tudom, az te édesapád, amikor te gyerek voltál, akkor szakács volt. Igen. Most, akiket annak idején, mi nagyjából egykorúak vagyunk, te vagy a fiatalabb, szakácsnak hívtuk azokat is, akik az étteremben főztek, igen, meg akik a menzán a suliban, vagy nem tudom, egy kifőzdében. Tehát ott mindenki szakács voltak, még nem voltak séfek. Igen. Apukád milyen szakács volt? Milyen értelemben volt szakács? Na most érdekes, hogy az apukámat mindig séfként emlegetik, de valóban nem tudom, hogy ez már csak így megszokásból, vagy ahhoz minek kell történni az emberre, hogy séfé váljon, de hogy azért így nagyon sok étteremben, szállodában, külföldön nagyon sok helyen főzött. Tehát akkor nem egy kifőzdében, és nem a menzán keverte ez a hatalmas nagy fakanállal a gyerekeknek a nyugás levest, hanem akkor inkább közelebb állt a séfhez. Igen. És ő tudott téged tanítani főzni, vagy téged érdekelt, hogy neki mi a munkája, hazavitte ő a munkát? Olyan érdekes, mert gyerekkoromban mindig az anyukám vagy a nagymamám főzött, mert hogy apukámnak ez volt a munkája, tehát valahogy mindenki le akartam venni. Hát igen, vagy máshol, vagy igen, vagy egyáltalán neki is jól esett az, hogy valaki elé teszi az ételt, és nem neki kell. De amikor megyünk hozzá, a Parácsosváron él, akkor ő mindig nagyon nagy lázban ég, hogy akkor mi legyen, és akkor az ebéd, és a vacsora, és akkor mit szeretnétek, és akkor azt imádom, hogy akkor ott elmegyünk gombát szedni, meg csalánt szedni, meg mit tudom, és akkor és minden... És ezt így felhasználjátok a főzéshez. Igen. És amit szólt akkor, amikor te bekerültél ebbe a műsorba, adott tanácsot, hívott, hogy mit és hogy csinálj? Nem. Az apukám kevésbé kedveli ezeket a típusú műsorokat, mert ő nem szereti, amikor az emberek pancsolnak őt, tehát nem, ő ezt így nehezen bírja. Persze nagyon drukkolt nekem nyilván, meg gondolom, hogy ulizgulta volna magát, hogy nézze, csak ezt nehezebb lett volna bevallani. Úgyhogy ő csak a végeredményt tudta. De neked ott főzés közben, ebben a műsorban, vagy bármikor, amikor otthon barátoknak, családnak főzöl, akkor eszedbe jut, hogy lehet, hogy örököltél valamit? Valami tehetséget ehhez az egész főzéshez? Abszolút. Tehát biztos vagyok benne, hogy meg azt a kedvet, tehát hogy nálunk az evés is nagyon fontos volt az egész családban, tehát mivel mindenki szeret. Az nálam is fontos, Annika, hogy tudnék főzni. Ja. Tehát enni azért szoktam. Látszik is. Nem. De, én tudom. Én érzem. Jézusom, na jó. Na mindegy, nem rólam van szó, hanem rólam. Jó, két nő csóválja a fejét itt a stúdióban, hagyjuk is. Szóval nem, egyáltalán nincs veled probléma. Szóval, hogy de a főzés, én azt gondolom, hogy nekem a főzés meg az evés, ez egy ilyen kommunikációs csatorna. Mm-hmm. Tehát, hogy sokkal izgalmasabb szerintem úgy összejön egy társaságnak, szóval én mindig szeretek együtt főzni a barátokkal, és amikor utána elkészül, de már közben borozgatva, csacsogva megbeszéljük az élet dolgait, és akkor utána leülünk, és ezt együtt elfogyasztjuk. Nekem ez az egyik legnagyobb kikapcsolódás a barátaimmal, és ez túra közben, vagy Csobánkánél egy nagyon jó barátnőm, akihez kimegyünk, és akkor ott szaladgálnak a kutyák, macskák, néha pónilovak, és akkor közben
Nagyon finomakat eszünk. Ez a főzésnek az úgynevezett élvezetes része, amikor tényleg az egész egy nagy buli. Igen. De minden nap legalább háromszor kell enni, valószínűleg csak egyszer főzöl, vagy nem tudom. Igen. De az meg a kötelező része. Azt is bírod élvezni, vagy azt is tudod úgy elvégezni, hogy ne legyen ez az érzés, hogy a francban már megint állgat vissza előtt? De van ilyen, amikor tényleg nagyon kell rohanni, és azért szóval legalább két napra szoktam főzni. Én nagyon előre kell gondolkodnom, amikor tudom, hogy megyek vidékre, és következő nap is megyek vidékre, sőt, még reggel is rohannom kell, és akkor előre kell, hogy oké, mi van még itthon, abból még mit tudok csinálni, akkor el kell szaladni a piacra, vásárolunk meg egy-két dolgot, mert az még van, mert az már nincsen. Tehát, hogy nagyon fejben kell tartani, és akkor így tervezni, és én általában viszem magammal egy ilyen kis táskában, amiben ugye a meleg ételemet szépen bepakolom, akkor viszem magammal az ebédemet, és akkor valami hideget még, hogyha este felé, tehát általában már 4-5 után nem eszem, tehát akkor úgy kell kalkulálnom, hogy akkor legyen úgy étel, hogy ne. Hát amikor elmész mondjuk vidékre, akkor egy ilyen kis utánfutóban megy mögötted mindaz, amit el fogsz fogyasztani. Folyton cipekedek, de mint a málhás, tehát az minden van rajtam. Tehát szerintem én nem tudom, 2 hétre való nálam van minden. Csodálkoztam is, hogy egy kis női táskával érkeztél most ide. Igen, én is csodálkoztam. Úgy érzem, mint a mesztelenül lennék, hogy Jézus. Hát én nem látni. Én nem érzem így. Sajnos. Pokorniliával beszél és ahogy itt most elmesélted, hogy neked hogy kell előre tervezni például az étkezéseket, amikor ide mész, oda mész, meg hogy a feladatait között, akkor az jutott eszembe, hogy eleve az, hogy mi egyeztessük ezt az időpontot, hogy te ebbe a presszóba egyszer csak beülj egy órára, hát az sem volt egyszerű. Tehát nagyjából azt az egyetlen egy órádat fogtuk most ki, ami az, ebben az időszakban van. Igen. Ez hogy lehet így élni? Na, hát úgy van, hogy ezen sokáig gondolkodtam, hogy hát ezt a kérdést én feltettem magamnak, és azért így 50 évesen rájöttem, hogy azért, mert élvezem. Hát ez ki kell mondani, mindig azon gondolkodtam, milyen életet szeretnénk majd egyszer csak élni, de nyilván azért nem csinálom, tehát hogy vidéken egy kis házba, és akkor kis konyha kertel, és akkor majd milyen jó lesz, én ott sütök, főzök, és de hát nem azt élem. Az nagyon jó, akkor, amikor lemegyek édesapámhoz, vagy bárhova az országban. Mennyi időnként tudod ezt megtenni édesapádnál például? Édesapádat megkérdezzük? Szerintem elsírnám magát, ha én most fölhívnád, és megkérdezem, nagyon ritkán. Nagyon. Most lesz, szerintem, tehát volt, hogy úgy hónapokig nem. Most tudtam júniusban körülbelül 2 napot, meg most augusztus elén 2 napot. De most én kivettem magamnak ezen a nyáron 2-szer is szabadságot. Tehát az, hogy voltam túrázni 10 napot augusztusban is, meg 5-öt júliusban, hát ilyen nagyon régen volt. A túrázásról is fogunk majd külön beszélgetni, mert egyrészt látom én a Facebook oldaladon, másrészt most már nagyon sokszor említett, úgyhogy igen. Fogunk róla beszélni, de ez az időbeosztás, ez tényleg nagyon kemény. Tehát azt gondolom, hogy én szeretem azt a pillanatot, amikor egyszer csak arra jövök rá, hogy ülök a tévé előtt, feltett lábbal nézem a meccset, és hogy atya úristen, most engem valaki kívülről látna, azt gondolom, hogy egy lusta állat vagyok, és azt rájövök, hogy de ez olyan jó, hát ez kell ahhoz, hogy az ember feltöltődjön. Igen. De hogy neked vannak ilyen pillanatok, akkor azt mondod, hogy úristen, de unatkozom már legalább 5 percet. Nem. Nincs ilyen? Nem, mert én mindig kitalálok valamit magamnak, hogy még azt meg kéne tanulni, azt még ki kéne próbálni, azt meg kéne csinálni, és ilyen lázban égek, szóval, hogy tele vagyok állandóan tervekkel és ötletekkel, és gyakorlatilag azt érzem, hogy nem tudom még hova szeretném bepasszírozni, de hogy tényleg, amikor ezekre a dolgokra gondolok, hogy még azt is meg lehet, meg azt is, akkor így azt érzem, hogy mint hogy nekem ez a nyaralásom szerintem, még alkos. És akkor ráadásul erre még rájön az, amit én elképzelek, hogy nem is feltétlenül te osztod be az idődet. Tehát egy forgatás, egy színház, igen, ki tudja mi minden, neked alkalmazkodnod kell ahhoz, hogy téged mikor, csúnya szóval, mikor akarnak használni.
Igen, bár most egy picit elkezdtem önálló vizekre vezni, mind a mellett, hogy a Centresihez mindig is közöm lesz, és az anyaszínházamnak tekintem, de valójában egy picit szabadabb vizekre vesztem, mert elkezdtem önálló produkciókat is létrehozni, és kicsit függetlenítem magam, pont azért, mert azt éreztem, hogy most már jó lenne, ha kicsit én oszthatnám be, hogy mikor mit csinálok, és mikor veszem ki a bizonyos szabadságomat, és azt is nagyon élvezem, hogy én hogy hozok létre mondjuk egy estet, egy előadást, tehát hogy... Az mit jelenti, hogy te hozod létre? Te találod ki, te írod meg, te rendezed meg, és te szerepelsz benne? Tehát... Hát vagy pedig én kérem meg, hogy rendezze meg valaki, igen, aha, de írni is, például az, hogy írni soha az életemben nem tudtam. Amikor iskolás voltam, nagyjából ilyen képeslapok mentek haza, hogy sziasztok, jó a kaja, süt a nap, majd jövök, nagyjából, tehát képtelen voltam, és most egyre inkább igényem van, hogy írni, és igen, van olyan estem is, előadásom is, amiben nagyrészt én írtam a szöveget, vagy valamelyik, de teljesen én. Ez a része is nagyon, meg egyáltalán kitalálni azt, hogy most például a Liaison című produkcióval nagyon sokat mentünk fesztiválokra, vidékre, szabadtérre is játszani, és hogy ezt kitalálni a munkatársaimmal, hogy akkor hogy fér be a díszlet, hogy tudunk lemenni, a hangtechnikus, a fénytechnikus, akkor hol találkozunk. Hol, és tehát minden a te kezedben fut igen, össze. Igen, igen, igen. És te ezt élvezed. Igen. De néha el kell szabadulnod, menekülnöd, rohannod. Igen, vagy kitalálni még egy dolgot, hogy mondjuk kezdjek el, most elkezdtem asztrológiát tanulni, mert hogy az is érdekel, és akkor a drámapedagógia is érdekel, és egy csomó, és most két barátnőmmel egy nagyon izgalmas terven dolgozunk. Ugye, ez alapján, amit mesélsz, azt gondolom, hogy meg kell kérdezni, hogy aludni szoktál? Tehát az belefér az idődbe, hogy azt is meg kell tervezni, hogy jövő héten lesz majd egy nap kedden, amikor aludhatok 5 percet. Hát nagyon keveset, de azt arra oda kell figyelnem, hogy van úgy igen, amikor mit tudom én, vidékről hazaérünk, és akkor éjfél-fél egy óra, és akkor tudom, hogy korán kell kelnem, akkor jó arra gondolni, hogy oké, de másnap már nincs. Na itt, ha hazaérjek 10-kor, akkor le kell, hogy feküdjek, mert legalább 8 órát kéne aludnom. Igen, ezekkel így sakkozom. Okorni Liával beszélgetünk. Az írásra egy kicsit visszatérnék, mert mondtad, hogy tök szívesen írsz, és hogy élvezed azt a részét is. Miről írsz? Tehát mi az, amit téged érdekel, vagy mi az, amit az íráson keresztül szeretnél tudatni a világgal? Tehát én nem tudok írni, én csak így egyszer csak valahogy úgy hozta az élet, hogy amikor csináltuk a Liaison estet, és Botos Éva kolléganőm, barátnőm elkezdte ugye rendezni, és akkor Zöldi Gergő barátom nagyon szépen, ez egy zenés est, és nagyon szép összekötő szövegeket írt. És akkor az Éva elkezdett piszkálni, de hát ez mégis a te ested, hát írjál már bele, mondom, Éva, de nem tudok írni, de tudsz, kezdj el írni. Ő abból indult ki, hogy nagyon sokszor leveleztünk egymással, és mondta, hogy amiket leírtam, hogy szerinte higgyem el, hogy ez muszáj lenne a saját gondolatomat is beletenni. Bocsánat, zárójelet, tehetek a dalok? Azokat is te választod, de ezek milyen dalok? A dalok, ezek főleg sanzonok, de vannak olyan számok, amik nem sanzonok, és mégis attól, hogy harmonikával kísér Kémindi Tamás, mégis azzá válik, közben pedig azokkal az összekötő szövegekkel mégis egy különös történetet ad ki. Egész. Oké, zárója bezárva. Igen, és akkor így elkezdtem... Ez az eset a szerelemről szól, de hogy a szerelemnek a különböző arca, amiket én nagyjából megértem az életemben. És akkor mindig ahhoz választottam dalokat, meg a Gergővel, Zöldi Gergő és Évával is, hogy ahhoz, amit én megéltem, arról mesél, és egy viszonylag interaktívan a nézőkkel is kontaktálok. És elindult bennem egy hihetetlen jó játék, hogy hogyan tudom összeszőni ezeket a dolgokat, és
és hogy megnyíljak, tehát beszéljek magamról, uh-huh. de mégsem személyeskedjek, de mégis olyan tipikus dolgokról beszéljek, ami veled is megtörténhetett, meg másra is. Ez azért érdekes, mert maga a dal is, a dalok is képesek kifejezni érzéseket, és nem véletlenül énekled azokat a dalokat, amiket. Igen. De és még ehhez... közben mesélsz is valamit. Na, de ehhez képest, mert egy dalnak van egy jelentése. Tehát egy csodálatos angol rendező, Tim Carroll, amikor sok-sok évvel ezelőtt a Bárkaszkiházasza rendezett minket, ő összeírt 600 kifejezést, és az volt a feladatunk, hogy adott egy Macbeth Lady Macbeth párbeszédet, a lehető legkisebb egységekre be kellett jelölnünk, hogyha az volt önmagában értelmes volt, hogy nem, akkor be kellett húznunk oda a vonalat, és az volt a lényeg, hogy a szövegnek van egy jelentése, például az, hogy esik az eső, az jelent valamit. Igen. Na de mindig az az érdekes a színpadon, hogy te mit akarsz csinálni a másikkal. Hogy ezt a szöveget, mint információ elmondhatod, de ezzel meglepni akarlak? Megütni, megalázni, kíváncsivá tenni, szerelembe ejteni. Tehát, hogy az azért. És hogy ugyanígy ezekkel a dalokkal is ezt játszom, a dalnak van egy jelentése. Na, de az, amit én hozzáteszek gondolatot, lehet, hogy teljesen kifacsarja, és egy tök másik jelentést tesz hozzá. De neked, vagy azt akarod, hogy a nézőnek jelentsen mást? Ez is egy érdekes játék lehet. Hát én a nézőt vezetem, tehát tulajdonképpen pont az a lényeg, hogy azzal játszom, hogy lehet, hogy egy, és én tényleg nagyon szépen elénekelek egy gyönyörű romantikus dalt, de utána, amit hozzáteszek, abból fakad a humora az egésznek, hogy gyakorlatilag a történet, amit elmesélek hozzá, az pedig pont az egészen csavar egy olyat, hogy csuda vigyel. Igen, tehát, hogy ez egy olyan romantikus végjáték, amikor azt érzed, hogy na most fog kicsordulni a könnyed, de közben jön egy olyan poén, amitől aztán könnyesen röhögöd magad. Igen. És ezeket a szövegeket kezdtem én hozzátenni, hogy amiket én, tehát sok-sok öniróniával, meg azzal, hogy az ember annyiszor átéli az életében, hogy megtalálta az igazit. És akkor utána, amikor visszanézem, nem tudom, mennyi idő megkérdezik. Annyiszor átélj, megtalálta az igazit. Ez mekkora duma. Igen, és akkor utána, és akkor abba úgy belehal. Aha. És akkor olyan jó rálátni magadra, hogy normális, hogy mit csinálsz, miközben, amikor benne vagy, megdög lesz. Okorniliával beszélgetek, furcsa helyen hagytuk abba az előbb, de azért, mert közben nekem eszembe jutott, hogy ezt a Liaison című előadást, amiről hosszasan meséltél, ezt te a Babicsek Bernáttal kezdted el, aki nemrég sajnos elhunyt. Igen. És én olvastam, hogy neked volt egy olyan szerelmed korábban, aki elhunyt, hogy ez olyan, mint hogyha téged ez így kerülgetne, hogy neked ezzel lenne valami feladatod. De lehet, hogy csak nekem tűnik ez most így, ahogy ez, nem tudom, egyszer csak eszembe jutott. Én azt gondolom, hogy ami kerülget, vagy nem tudom, hogy más embernek az életében, de most teljesen mindegy. Igen, én azt gondolom, hogy ezzel van dolgom, vagy feladatom, és egészen egyszerűen azért, mert hogy az ember megtapasztal egy ennyire erőteljes dolgot, de akár a születésről, vagy halálról, vagy szerelemről, vagy szakításról, vagy amikben az embernek van egy rálátása, tapasztalása, rálátása és megértése, hogy valahogy fontos, hogy arról beszéljen valamilyen formában. És itt a Liaisonban beszélek is azon a nyelven, amit én oda kitaláltam egészen konkrétan, hogy az élet hozta, hogy például Bernát ott kértük annak idején Botos Évivel, hogy legyen egy dala ebben, egy szólója. Az S-ben, és ő szerzett egy dalt, és azt a címet adta neki, ami az én teljes nevem, tehát az, hogy Aurélia. És hogy olyan érdekes, hogy volt egy olyan dal ebben az esben, mivel mindig úgy billegtem, hogy jó, beleraktam, meg értem, hogy benne van, de kell ez oda, mindig úgy piszkálgatott. És valahogy Bernát halála után egyszer csak teljesen egyértelmű volt, hogy
ennek mindig is ott volt a helye. Tehát mintha, nem tudom, tehát én valahogy kicsit jobban hiszek az ilyen sorsszerű dolgokban, tehát nekem, vagy teljesen... Ezért is mertem rákérdezni, mert azt gondolom, hogy nyilvánvalóan megfejtetted magadban, hogy ez miért történik körülötted. Igen. És aztán utána én írtam erre egy szöveget, aminek a Bernál címet adtam, és akkor most ez elhangzik az előadásban. Hát ez volt az a dal, ami Aurélia címmel ment, és gondolom egy harmonikás szólódal volt ének nélkül, és akkor most lett rá dallam szöveg. Igen. És Bernát címet kapott. És azt érzem, hogy azért is fontos, mert az egy a veszteségről is fontosnak tartom, hogy beszéljünk, és nagyon sok mindent a gyásszal kapcsolatban, amit én megéltem, egy elég nagy hullámvasút, ez is érik bennem, tehát mint feladat, vagy jövőbeni feladat, hogy ezzel mit fogok egyszer kezdeni, de tudom, hogy valamit még mélyebben is kell majd, vagy beszélnem egyszer csak erről. De akár... és az így megvan, hogy hol, kinek, miről a színpadon? Tehát, hogy így érzed? Talán igen. Tehát azt gondolom, hogy talán igen, vagy egy előadáson, vagy valamit ezzel kapcsolatban írni és előadni, hiszen általában így motoszkálni szoktak bennem dolgok, és amikor ott az ideje, akkor formát ölt. És hogy ezzel kapcsolatban is kell majd valahogy egyszer csak beszélnem, mert nagyon-nagyon nehéz a halálról, meg a gyászról. Ráadásul nagyon jó barátnőm is elveszített valakit nagyjából egy időben velem, és azt a folyamatot, ahogy ő gyászol, az egy teljesen más történet. Tehát, hogy ő máshogy, én máshogy, és majdnem mindenki máshogy dolgozza föl, de mégis a végeredmény, hogy valahogy el kell jutnunk a megértésig, ki mikor, és ebben meg nagyon fontos lenne segítenünk egymásnak, mert egy ilyen nagyon transzcendens élmény. Az igazság, hogy most az jutott eszembe, hogy látok embereket én is magam körül, akik gyászolnak. És tényleg mindenki másképp gyászol. És közben, mintha lenne egy elvárás azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell gyászolni. Igen, nem. És nem. És azt érzem, hogy ennek tök nehezen felelnek meg, és igazából ettől válik nehézé a gyász, hogy azt gondolják, hogy kifelé kell valaminek megfelelni. Ne, és ezért is jó, hogyha egyszer csak majd beszélsz erről. Igen. Egyrészt nagyon fontos, hogy nem, tehát van egy út, amin végig kell menni, de talán egy nagyon fontos dolog van, hogy meg kell találni azt a picike szálat, amin az ember úgy kihúzza magát, és megy az élete felé. Tehát, hogy tehát a megértés és az elfogadáson keresztül a saját útján meg kell találni a sajátját, de szépen el kell rajta indulni. Furcsa helyre keveredtünk most itt a beszélgetésben, vagy furcsa hangulatban vagyunk, de hát ez is olyan, mint az élet, hogy hullámvasút. De róla beszélni, igen. De a túrához visszatérünk most, jó? Jó. Pokorni Lia a mai beszélgető társam, láttam a Facebookon, hogy hátizsákkal a hátadon, smink nélkül nyilvánvalóan járod a tájat. Van olyan, hogy kedvenc, ahova szívesebben mész? Hegyek közé, nem tudom, fensíkokra, tehát hol érzed jól magad, amikor túrjázol? Hegyek, nekem most már a Dolomitok is a nagy szerelmem, de most ott életemben először jártam, de a Tátrában már többször, és nekem az nagyon fontos, hogy így magasságokba fölérjek. És nyilván nem egy helikopter rakjon le a csúcsra, hanem hogy feljutni önerőből. Igen. Mindig azt szoktam mondani, hogy megyek beszélgetni a jó Isten. De ott tényleg olyan érzése van az embernek, hogy a levegő is ritkább, az emberek is egyre kevesebben vannak, a gondolatok is egyre távolabb kerülnek, és hogy érzed, hogy menetelsz, és hogy az izmaid, és fáradt vagy, és áramlik az oxigén, és hogy valahogy teszel magadért, és közben valahogy kitisztul a lelked, meg a gondolataid, és ami marad, és elkezd úgy foglalkoztatni, sokkal nagyobb léptékű dolgok, valahogy olyan szép összegzéseket lehet ott fönt tenni. De nyilván nem egyedül vágsz neki. Nem, barátokkal. És a barátok érzik, hogy
csendben kell lenni, vagy azért beszélgettek arról, hogy kinek éppen akkor mi jut eszébe, és hogy éli ezt? Persze, ebben az a nagyon klassz, hogy olyan jó egymásra hangulódás alakul ki, hogy valamikor csendben vagyunk, aztán utána közösen csacsogunk, akkor kettesével éppen lemarad, valaki előre megy. Hát valahogy olyan szép ritmusa van az egésznek, és a menetelésünknek is általában valahogy teljesen átvesszük egymás ritmusát, és a közösség is nagyon fontos az életemben, vagy a közösségben való gondolkodás, és ez egy ilyen tipikus példája, hogy tudnak teljesen különböző helyről jövő emberek így együtt rezegni, meg valahogy olyan bármit megtenni egymásért, vagy hogy úgy rendkívüli módon odafigyelni a másikra. Szerintem ezeket meg kell találni az ember, meg nem biztos, hogy a munkahelye az. Ha meg nem is a családja az, mert jobb esetben igen, akkor is kéne olyan közösségeket találni, amiben az ember azt érzi, hogy bele tudok adni, és nyilván kapok is vissza, de alapvetően, amikor jól működik egy közösség, nem kérdés, hogy az ember ad, abból vissza is kap, és egy ilyen nagyon szép áramlás alakul. Mi volt a legmagasabb pont, ahova így eljutottál? Hát, most ez sok vagy kevés, 2600. Mert voltunk egy Via Ferrata túrán, és akkor igen. Az jó. Csak a gyorsan mondjuk el, hát ha nem mindenki tudja, vagy nincs mindenki tisztában vele, hogy a Via Ferrata az, amikor egy ilyen kötélpálya van, és te tulajdonképpen arra rácsatlakozva mászol végig a sziklafal oldalán akár. Igen. Tehát volt olyan, ami nem mint Ferrata volt nehéz, mert nagyjából vízszintesen ment valóban egy sziklafal tövében, csak mondjuk, mit tudom én, egy fél méterre tőlünk ott volt egy 200 méteres szakadék, és akkor az úgy érzésben olyan különleges. Hát, és egy kis adrenalin fröccsök az. Igen, menetel az ember szép lassan fölfelé, de azért mégiscsak olyan érzésed van, hogy egy vízszintes úton mész föl. De aztán olyan Via Ferrata is volt, ami ilyen falmászás jellegű, sokkal jobb kapaszkodókkal nyilván, tehát nem függőleges fal, de ott effektív fölfelé halad az ember, és akkor a mászás élménye megvan. Ilyen szempontból van olyan, hogy ilyen álom túra, amit mindenképpen végre szeretnél hajtani, meg szeretnél élni? Hát van. Ugye Pap János, én drága kollégám, mindig úgy hívom őt, hogy amit töltjünk, és ez az egész, mert itthon nagyon sokat túrázunk együtt, és az ilyen nagy magasságokban tényleg, akik szeretnek magasra menni, de van egy kis túracsapatunk, és Janó indított el ezt az egészet, és mindig jönnek újabb és újabb emberek, és akkor ez egy ilyen nagyon-nagyon jó, ez is egy szintén jó kis közösségi élményünk, és na most közben, én valamit akartam neked mondani, és elfelejtettem. Hát, van-e ilyen terv, amit ilyen bakancslista, hogy na oda el kell jutni mindenkit. Igen, van-e és, ilyen? És Janóval nekünk mindig ezt szoktunk, meglátjuk egymást, hogy a Kili. A Kili mondja. Kili, igen. Aha. Hogy egyszerűen, hát ez igen, hát nem tudom. Hát az időigényes, nem? Tehát ott meg nyilván arra talán jobban fel kell készülni. Egyáltalán igen. Hogy tudsz erre készülni? Otthon ilyen lépegetőgéppel, vagy hogy nem, mondják hát ezt? Vagy sokat hol? túrázni, hát a térdemet rendbe kell addig tenni, mert ő azért így rakoncátlankodik, de hogy hát oda szívesen elmennék egyszer. Hát tudod, az ember, amit szeretne, az bevonza magának. Ez hát, jó. Meg amit nem szeretne, azt. Hát arra nem kell gondolni. Na, látod, ez a csapda, hogy válogatod ki, mire gondolsz? Pokorniliával beszélgetünk, ha eddig nem derült volna ki, hogy színésznő, akkor most elmondjuk, de hát úgy nyilván mindenki tudja. Van most egy vadi új film, amiben te szerepelsz, csak ebben az az érdekes, mindig ez jut ilyenkor eszembe, hogy most, amikor mi beszélgetünk, nyár van, vagy éppen kezdődik az ősz, és már elkészültek az idei karácsonyi dalok. Tehát, hogy akik a karácsonyi dalokat, klippeket készítik, azok nyáron öltöznek be Mikulás sapkába, stb. És ti is valószínűleg évekkel ezelőtt, vagy hónapokkal ezelőtt készítettetek valamit, és valami teljesen másban vagy, és most hirtelen rákérdezek erre az új filmre, a nyugati nyaralásra, hogy emlékszel-e még rá? Hát
Hát azért jó, nekem is lesznek meglepetések, mert még nem láttam a filmet, úgyhogy hogy úristen, tényleg még az is volt, meg ez is volt. De azért, amikor valami jó dolog történik az emberrel, azért az úgy megmarad. Ha rossz is, az is nyilván. De van ilyen, hogy mondjuk leforgatsz egy filmet, és azt mondod, hogy ez nem volt a kedvencem? De mondjuk beszélni kell róla egy rádióriportban, ott nem fogod elárulni. Nem, persze, hogy nem, ez nyilván így van, csak nyilván nehezebb róla, hogy igen, összeszedni. És akkor úgy nagyon korrekt módon az ember elmond bizonyos információkat, de amikor tényleg ilyen elkényeztetett helyzetben van. De mitől más egy képforgatás, mi a különbség? Mitől leszel egyszer csak elkényeztetett helyzetben? Hát azért, mert mondjuk van egy olyan forgatókönyv, amit így elolvasok, és akkor úgy elkezdek sikítozni, hogy könyörgöm, mikor megy az ember mondjuk egy válogatás. Léci, Istenem, vagy én szeretném, ezt tudom, én annyira érzem. Amikor tényleg olyan a forgatókönyv, hogy érdekes, izgalmas, jók a párbeszédek, nagyon jól lehet, tehát hogy pontosan érzem, hogy annyi szint bele lehet rakni, és annyi mindent lehet benne játszani, és az nem vonz, hogy esetleg a megítélésed szerint ez sikeres lesz-e, vagy sem? Hát akkor mindig bízom benne, hogyha jó a forgatókönyv, tehát itt kezdődik, akkor már tehát legalább az egyik összetevője biztos. Mert ha rossz, abból tudja, hogy nem lesz semmi. És akkor jön az, hogy rendező. És akkor ez ráadásul mi tavaly együtt dolgoztunk Lévai Balázsra, Tiszeker Danival a Nagy Karácsony című filmen, amiben már kiderült, hogy azért nem a zsákban, meg a Danit is, Balázs is ismerem évek óta, tehát hogy akkor sem volt már zsákmacska egyikük személyesen. Tehát nagyjából tudtam, hogy nagyon szeretem őket, és nagyon hiszek bennük, de hogy a Nagy Karácsony már kiderült, hogy ez ennyire jól működik, hogy édes Istenem, mondom, tehát ez nem lehet, hogy elolvasok egy ilyen formatókönyvet, a rendezők isteniek, de kérlek, és akkor így, és akkor megadja a jó Isten, és igen, megmondta. És aztán jönnek a partnerek. Tehát, hogy az összes munkatárs alkotó, akivel tényleg minden egyes pillanatban egymásra nézünk, és mint egyébként most veled beszélgetni, szóval olyan magától értetődés. De tényleg, tehát amikor nincs kérdés, tehát, hogy belenézel a másik szemébe, és pontosan tudod azt, hogy mire gondol, és azt, hogy nem fog mellélőni, és valóban van egy csomószor, amikor az ember áll, és a partnere, Jézusom, mit csinál? Tehát, hogy valahogy próbálja olvasni, hogy most mit... Igen. Az jutott eszembe most, hogy a Lévai Balázzsal beszélgettem, és elmesélte, hogy a kicsit megcsúszott a forgatás, és volt egy olyan jelenet, amit a 18 fokos Balatonban kellett felvenni, de nektek azt kellett eljátszani, hogy dög meleg van, és élvezitek ezt a... Én ott pont nem voltam, de hallottam erről valamról. Micsoda mázista vagy, hogy ebben, és pont ezen gondolkodtam, hogy te, aki annyira... tulajdonképpen foglalkozol a saját egészségeddel, ha belekerülsz egy ilyen helyzetbe, akkor mit csinálsz? Hát benne kell... vagy a filmben, meg kell csinálni, hát nem? Volt, ez nem ebben a forgatásban, itt tényleg azt hiszem, hogy most nagyon szerencsénk volt, nagyon-nagyon. Hát azt hiszem, talán ezen, sőt, ezt el is mondhatom, én egyetlen egy jelenet volt, amit le kellett forgatnunk most tavasszal, mert ugye tavaly augusztus-szeptemberben forgatunk, és akkor egy jelenet maradt most tavasszal, és akkor onnan indult, hogy április, elnézést, és akkor áprilisban nem értünk rá, de akkor ilyen nagyon hidegek voltak, tehát arra emlékszem, és az balatonos jelenet volt, és napozós jelenet, és nem tudom, és valahogy úgy alakult kétszer is, hogy mi eső, és le kellett mondani, és pont egy olyan napra került, amikor tényleg verőfényes napsütés, tehát ilyen állam és gávrázat, de egy másik filmen is forgattunk, ott bizony egy nyári éjszakai jelenet, amikor egy szál pólóban, egy szál kis ruhában egy ilyen laza beszélgetés kellett folytatni. Volt olyan, hogy ez novemberben, és szerintem olyan közel a mínuszhoz, és a pára jött a szem. A fogad a beszélgetés és úgy kellett, igen, és utána Jézus, vagyatok valamint, hát ilyenek vannak. Ez jó. Sajnos lejárt az időnk, de olyan jót beszélgettünk. Örülök, hogy ezt az egy órát a sűrű programodból pont nekünk adtad.
Köszönöm, nagyon jó lesz. Pokor Nívia, köszönöm, hogy itt voltál. Szia. Szia. Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.